Az iraki forradalmi gárda rakétákkal lőtte Irakot, méghozzá a kurd régiót, Erbilt. Úgy fogalmaztak, hogy a Mossad egyik fő kémközpontját ballisztikus rakétákkal megsemmisítették. Kapcsoljuk Somkuti Bálintot, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezető munkatársát. Jó estét kívánok! Mekkora merészség volt ez Iránból Irakba rakétákat kilőni? Miután az iraki vagy iráni forradalmi gárda elég régóta rendelkezik ballisztikus rakétákkal, ezt nem nevezném túl nagy nehézségnek. Alapvető gondot minden ilyen esetben a célpontoknak az azonosítása jelenti. És itt, hogy pontosan milyen célokat találtak, arról kevés szó esik. Egy dolog az biztos, hogy egy rendkívül jómódú üzletembernek a házát érte találat, akit sokan a Mossad helyi ügynökének tartottak, nyilván erről semmilyen megerősítő információ nem áll rendelkezésre. Az biztos, hogy egy rakéta talált nyomán a háza romba dőlt, és benne életét vesztette ő is és a felesége is. Ez számomra nem teljesen világos ez, hogy a kurdisztáni régióban a Mossad miért tartana fenn egy kémközpontot, és ez miért zavarja Iránt? Ön érti ezeket az összefüggéseket? Mint minden rendes titkosszolgálatnak a fontos területeken kell, hogy legyen egy fajta alállomás vagy állomás, ahonnan a hírszerzési tevékenységet koordinálják. Tehát ebben önmagában nem lenne egyébként semmilyen extra. Az igazán érdekes dolog az az, hogy ugye Kurdisztán, az iraki Kurdisztán de facto független államként működik. És a hírek szerint ezek a támadások arra szolgáltak megtorlásként, hogy egy pár nappal ezelőtt több mint 100 halálos áldozattal járó terrormenetet hajtottak végre Iránban, Qassam Szulajmani sírjánál, aki a forradalmi gárdának volt parancsnoka, volt egy megemlékezés során. És innentől kezdve jönnek a kérdések, hogy mit tudnak az irániak, milyen következtetéseket vontak le belőle, tényleg a kurdok működtek-e közre benne, vagy ez is csak egy figyelmeztetés, hogy a Kurdisztán, mint maga nem csak Irakban, hanem Törökországban és Iránban is elhelyezkedik. Tehát innentől kezdve lehet, hogy az iráni kurdoknak is egy üzenet volt ez a támadás. November óta az Irán által támogatott hutik többször is rakétatámadásokat, vagy célba vettek hajókat a Vörös-tengeren, ma is éppen kettőről érkezett hír. Két amerikai védelmi tisztviselő megerősítette ma azt, hogy úgy fogalmaztak, hogy dinamikus csapást mértek a huti hajó ellenes rakétákra Jemenbe. Honnan származnak ezeknek a bizonyos, hát van, aki lázadóknak nevezi őket, van, aki terroristáknak, honnan vannak olyan rakétáik, amivel a tenger közepén hajókat el lehet találni? Szinte biztosan Iránból származnak ezek az eszközök, hiszen Irán elég régóta és elég hangosan, elég egyértelműen támogatja a huszikat. Amikor elkezdték a nyugati erőket összevonni a Bab el-Mandab szorosban, akkor Irán is a térségbe küldött egy kisebb hadihajót egy ellátóhajó kíséretében, amelynek sokkal inkább szimbolikus jelentősége van, hiszen tüzelőbe föl sem veszi a versenyt az ott összegyűjtött nyugati hajókkal, de ez is mutatja, hogy az iráni támogatás nem csak szóbeli vagy pénzügyi, hanem tényleges a huszik mögött. Ugye, ha elfogadjuk ezt az állítást igaznak, akkor az azt jelenti, hogy az Egyesült Államok Jemen területét bombázta. Miért nincs akkor ebből nemzetközi hogy konfliktus? Az a helyzet, amelyben a huszik ténylegesen fenyegetik a világkereskedelem egyik legfontosabb útvonalát, ez azért mindenkinek mondjuk ugye kárára van, vagy senkinek nem jött jól. De bár egyébként orosz források, és úgy emlékszem az orosz hivatalos sajtószóvívő, vagy kormányszóvívő is elítélte a támadást, igazából ennél többre nem számíthatunk ezen a területen, hiszen az a fajta folyamat, amelyben a kínai áruknak az Európába jutását akadályozzák, ezek a felkelők, ez azért igazából senkinek nem érdeke. Ugye érdekes az, hogy dinamikus támadásról beszélt az amerikai katonai szóvivő, ez azt jelenti, hogy több hullámban több célpontot is támadtak, hogy a hírek szerint három hullámban közel 200 célpontot vettek támadás alá, hogy ez mennyire volt hatékony, ezt a közeli napokban meg fogjuk tudni. Somkuti Bálint, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. És maradunk a régióban. Veszprémi László Bernát, történész újságíró, a Korvinek főszerkesztője vendégem. Jó estét kívánok! Davosban a katari miniszterelnök úgy fogalmazott a világgazdasági csúcson, hogy Izraelt rá kell szorítani arra, hogy elfogadja ezt a bizonyos kétállami megoldást, ráadásul kötelező határidőkkel. És most délután Szaúd-Arábia még emelte a tétet, azt mondta, hogy ha ez megtörténik, és Izrael elfogadja ezt a kétállami megoldást, akkor ők viszont el fogják ismerni Izrael állam létét. Mi ez a bizonyos kétállami megoldás?
Tehát a kétállami megoldásnak érdemes megnézni a történeti hátterét, ez azért egy olyan fogalom, amiről már nagyon hosszú idő óta beszélnek, voltak éppen már 1937-ben, 47-ben is volt erre javaslat. 82-ben is volt. Igen, így van, tehát alapvetően azt kell látni, hogy azért a zsidó oldal erre mindig is nyitott, vagy nyitottabb volt, és hát effektíve valami fajta kétállami megoldást már láthattunk korábban, hiszen egyrésztről ugye Cisziordániában létezik a palesztin autonómia, ez az oszlói szerződéseknek a végeredménye, illetve hát ugye Gázában is úgy került hatalomra a Hamász, hogy előzőleg egyoldalúan kivonult az izraeli hadsereg, átadták a közigazgatást a palesztin hatóságnak, utána a választáson a Hamász nyert, és aztán ugye itt volt. Többet nem volt választás? Igen, tehát itt ugye leszámoltak a Fatával, a terület nagyon hamar ugye blokkád, bojkott alá került, és azóta is ez az erőszakos terrorszervezet igyekszik fenntartani ugye a hatalmát ezen a területen. Alapvetően látni kell, hogy a kétállami megoldással szemben nagy a hitetlenség, mind az izraeli, mind a palesztin oldalon. Nyilván Izrael a további terrortámadásoktól fél, a palesztin oldalon pedig főleg a fiatalok között ugye már egyre hangsúlyosabb az a nézet, hogy nem két államra van szükség, hanem teljességgel el kell törölni Izraelt, és az egész Szentföld legyen palesztin uralom alatt. És egyébként hozzá kell tenni, ha már a szaúdi példáról beszélünk, hogy egyébként a szaúdi lakosság sem támogatja a kétállami megoldást. Látszik a felmérésekből, hogy a szaúdi lakosság is abszolút Izrael ellenes, tehát amikor a szaúdi vezetés arról beszél, hogy bizonyos feltételek mellett akár hajlandó is lenne elismerni Izraelt, alapvetően egy nagyon kockázatos politikát folytat, hiszen a szaúdi utca úgy fogalmazzak, még ezt sem támogatná. Na akkor lássuk, vagy nézzük azt meg, hogy ki támogatja. Ugye támogatják a G7-ek. Ugye tavaly december 6-án volt egy találkozójuk, ott arról van. Az EU támogatja, Josep Borrell azt mondta, hogy regionális partnerekkel együtt kell dolgozni, kétállami megoldás az egyetlen járható út. Támogatja az Egyesült Államok, támogatja Nagy-Britannia, Franciaország, Németország. Ugye ezek a fejlett, gazdaságilag fejlett nyugati nagyhatalmak. Miért érdekük nekik az, hogy ott két, egy palesztin és egy zsidó állam maradjon meg? Én azt gondolom, hogy alapvetően azt mondani, azt nyilatkozni egy politikus számára, hogy legyen két állam, béküljetek ki, szeressétek egymást. Hogy az ingyen van. Igen, ez egy nagyon könnyű nyilatkozat, ezzel igazából mellé lépni nem lehet, ezzel rosszat nem lehet nyilatkozni, ez nagyon PC. Az, aki azt mondja, hogy legyen két állam, az ugye alapvető nehézségekkel nem néz szembe. Egyrészt az, hogy ezt már sokszor megpróbálták, hogy amint a palesztinok megkapták például a Gázában a saját autonómiájukat, önrendelkezésüket, az első dolguk volt megválasztani a Hamászt, a Hamász semmi másra nem használta hatalmát, mint arra, hogy rakétázza az izraelieket, október 7-én pedig egy brutális terrortámadást indított Izraellel szemben, és látni kell, hogy az izraeliek sem nyitottak a kétállami megoldásra. Voltak éppen ugye még a palesztin hatósággal is bajuk van, noha a palesztin hatóság is ugye vannak kapcsolatai különböző terrorszervezetekhez, csoportokhoz, de hát legalább valamivel mérsékeltebb, mint a Hamász. Izrael ugye még a palesztin hatóságot sem tekinti békepartnernek, tehát azt gondolom, hogy jelenleg kétállami megoldásról beszélni, hát nem biztos, hogy a jelenlegi helyzethez van igazítva, nem biztos, hogy nagy realitása van ennek. De valamiféle politikai célja biztos van ezzel Katarnak is, meg Szaúd-Arábiának is. Hogy lehetséges, hogy ez egy lépés lenne előrefelé azon az úton, amely majd valamikor a közeli vagy a távoli jövőben elvezetne ahhoz, hogy ők megszabaduljanak Izrael államtól? Én azt gondolom, hogy ez egy remek módszer arra, hogy jelenleg Izraelnek a tér felén pattogjon úgymond a labda, ami a szaúdiak azt mondják, hogy nem a Hamásszal van a probléma per pillanat, hanem azzal, hogy Izrael nem fogadja el a palesztin államot. Ha majd Izrael elfogadja ezt a egyébként teljesen ugye jelenlegi helyzetben abszurd feltételt, akkor majd a szaúdiak hajlandóak lépni. Ez nagyon kényelmes helyzetbe hozza Szaúd-Arábiát, hiszen igazából semmit nem kell csinálni. Ugye ön is említette azt, hogy amikor megkapták az autonómiát a gázai övezetben, az első dolog az volt, hogy megválasztották a Hamaszt. Fel van készülve a palesztin hatóság, vagy a palesztinok, palesztin nép arra, hogy egy saját államot üzemeltessen, azt a diplomáciai kapcsolatokat építsen ki, egészségügyet, szociális ellátást biztosítson, ipart fejleszten, megvédje saját magát. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy voltak éppen mire is van felkészülve a palesztin hatóság. Szerintem a kritikusai azt mondanák, hogy nagy vonalakban semmire. Sok ilyen cikk elemzés is megjelent már az utóbbi években azzal kapcsolatban, hogy ha voltak éppen Izrael és főleg az izraeli titkosszolgálat nem adna át fontos információkat a palesztin hatóságnak Cisziordániában, akkor lehet, hogy a Hamász már ott is átvette volna a hatalmat, vagy megkísérelte volna átvenni a hatalmat, hiszen fontos tudni, hogy természetesen a Hamász jelen van Cisziordániában is, és természetesen konfliktus van a Fatah
és a Hamász között. Most is vannak olyan izraeli nyilatkozatok, amelyek alapvetően arra utalnak, hogy még esetleg még jobban meg kéne erősíteni a palesztin hatóságot. Aztán olyan nyilatkozat is elhangzott izraeli részről, hogy az egészet le kéne szerelni, és akkor persze itt van a nagy kérdés, hogyha majd egyszer esetleg ugye azt mondja Izrael egyébként, hogy több mint egy évig is eltarthat még a csatározás a gázai övezetben, de ha majd esetleg egyszer ott eljön a műveletek lezárása, akkor eljön az a nagy kérdés, hogy akkor utána kinek adják át a területet, mert Izrael azt mondja, hogy nem fogja Izrael újra megszállni Gázát, viszont semmilyen biztonsági kockázatot nem fog jelenteni Izrael számára a gázai övezet. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a kettő egyszerre hogyan fog megtörténni. Hát engem kérdez, én azt mondanám, hogy katonai közigazgatás lesz ott. Méghozzá izraeli katonai közigazgatás. Hát akkor ugye ott tartunk, hogy megint megszállják a területet, de ugye Izrael azt ígéri, hogy nem fogják megszállni a területet, és Amerika is nagyon erősen nyomást helyez Izraelre, és Amerika szava azért mégiscsak számít valamit ebben a régióban, hogy ne legyen még egyszer megszállás. Egyébként ugye Izrael egyszer már kivonult onnan, mert a megszállás is költséges volt, ráadásul rengeteg katonának az életét követelte. Hát jó, az definiálnunk kellene, hogy mit jelent a megszállás egész pontosan. De ha már itt beszéltünk Somkuti Bálinttal Irán szerepéről, aki egyre inkább regionális nagyhatalomként viselkedik ott. Iránnak ínyére lenne ez a bizonyos kétállami megoldás? Iránnak szerintem egyértelmű és világosan megfogalmazott célja van, ők Izrael eltörléséről beszélnek, ők teljességgel el akarják pusztítani a zsidó államot. Ahhoz egy eszköz lehet? Én azt gondolom, hogy Irán amellett nyilvánvalóan túlértékeli a saját szerepét, jelenleg a helyzet egyik nagy nyertesének tekintető, hiszen tudjuk, hogy a Hamász mögött, annak ellenére, hogy a Hamász szunita, Irán pedig síta, ugye pénzügyileg jelentős részben Irán áll, sikerült megfúrniuk a kiegyezést Szaúd-Arábia és Izrael között, ez egy nagy siker számukra, eközben viszont ők maguk kínai közvetítéssel kibékültek Szaúd-Arábiával, közben ugye a jemeni konfliktus is úgy köti le Amerika figyelmét és energiáit, hogy igazából különösebben nagy erőfeszítést Iránnak nem kellett tennie ebben az ügyben, az ő proxiaik remekül elvégzik ezt a feladatot, tehát azt gondolom, hogy Irán jelenleg eléri a legfontosabb rövidtávú stratégiai céljait, hozzá kell tenni, hogy ez nem egy különösebben jó dolog, Irán a régió egyik nagy destabilizáló tényezője, és hát október 7-én pedig láthattuk, hogy hogyan néz ki az a Közel-Kelet, ahol Irán diktál. Ad abszurdum. Az nem képzelhető el, hogy nem két állam, hanem három állam jön létre? Ez egy nagyon érdekes felvetés, erre is voltak már javaslatok, voltak javaslatok drúz államról, voltak olyan javaslatok, hogy egy állam legyen mindenki állampolgár. Ugye ezeket az ötleteket nagyon egyszerű kitalálni New Yorkból, meg Brüsszelből. Hozzá kell tenni egyébként, hogy ugye Tel Avivban is születtek már egészen ilyen déli bábos elképzelések, tehát nem biztos, hogy a helyzet nem ismerése áll ezek mögött, az elképzelések mögött. Én azért összességében azt gondolom, hogy belátható időn belül itt nem lesz béke. A konfliktus alapja az, hogy két nép akarja ugyanazt a területet, és ha megnézzük a jelenlegi felméréseket, akár a palesztin, akár az izraeli lakosság körében, hát per pillanat nem az a hangulat uralkodik, hogy ki kéne békülni. Ugye, amikor az izraeli lakosságról beszélünk, akkor, ahogy próbáltam utána járni ennek a kérdésnek, ott a felmérések azt mondják, hogy inkább a vallásos emberek, nemzeti érzelmi vallásos emberek, de lehet, hogy a fiatalok körében van egyfajta változás. Lehet, hogy az izraeli fiatalok is nyitottabbak arra, hogy valamit a palesztinoknak adni kell, nem? Hát azt gondolom, hogy a jelenlegi hangulat, amennyire én tudom figyelni az izraeli sajtó. Ez most október óta. Igen, tehát azt gondolom, hogy amellett, hogy korábban ugye nagyon megosztott volt belpolitikailag az ország, most egyfajta egységbe sikerült tömörülni, egységesen áll a társadalomnak minden rétege, az izraeli véderő mögött támogatják a katonákat, aggódnak a katonákért, ugye Izrael is komoly, hát nem biztos, hogy a korábbi háborúkhoz képest komoly, de hát azért mégis a veszteségeket szenved el, a gázai területen történnek terrortámadások máshol is az országban. Tehát azt gondolom, hogy jelenleg a közbeszédet nem a palesztinokkal való kibékülés hangulata határozza meg. Ez a kétállami megoldás azért ezer kérdést vetne fel, akár a határoktól kezdve, hogy Jeruzsálemnek mi legyen a státusza, mi legyen az izraeli telepekkel. Vagy hogy mi legyen a menekült kérdése. Hát ugye a palesztinoknak az egyik komoly követelése, hogy azok a menekültek, akik 1948-ban vagy önként, vagy kényszerítve elhagyták az otthonaikat, és ami nagyon fontos, hogy az ő leszármazottaik megkaphassák az állampolgárságot, és visszatérhessenek akár az otthonaikba, vagy visszakapják ezeket a földterületeket. Ezt Izrael természetesen elutasítja, hiszen úgy tekint erre, mint egy olyan lépésre, ami effektíve megszüntetné a zsidó államot, és megszüntetné a zsidó többséget ezeken a területeken. Hát, lehet, hogy ennek nem holnap lesz vége ennek a kérdésnek. Veszprémi László Bernát, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm.